Játékos feladatok vizen és szárazföldön. Ezt kellett teljesítenie a Kazinczy Ferenc általános iskola csapatának Budapesten a Nagyvagy című vetélkedő elődöntőjében. Volt a vízen labdát kellett terelgetni, volt ilyen hajós feladat, legós, a legós volt a legjobb szerintem, a szárazföldön volt a kocsihúzás, labdavezetés, meg ilyen csöveken kellett vinni ilyen dobozt. A csapattagok és a szurkolók a Kazinczy Ferenc általános iskola és annak valamennyi tagintézményéből kerültek ki. A 10 fős csapatot diákok és szülők közösen alkották. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen szerepeltünk, hiszen az utolsó feladatig holtversenyben az elsők voltunk. Sajnos az utolsó feladatnál egy kicsi hiba csúszott be, és így sajnos a harmadik helyen végeztünk, de én úgy gondolom, hogy a felkészítő tanárok, a résztvevő versenyzők mind megtettek mindent a siker érdekében. Azért volt nagyon fontos számunkra, hiszen szeretjük, hogyha a gyerekek versenyeken vesznek részt, beindítjuk a sportiskolát, hát lássák, hogy azért ügyesek vagyunk, ügyesek a tanítványaink, és ezért gondoltuk, hogy ezen a versenyen részt kívánunk venni, és már tervezzük a következő évben is, hogy szeretnénk indulni ezen a versenyen. A Kazinczy csapatának csapatkapitánya Juhász Péter volt, aki nagyon színvonalas, jó hangulatú versenyként értékelte a mögöttük álló vetélkedőt. Bebizonyította ez a városka, hogy igenis létjogosultsága van az ilyen rendezvényeken. Tényleg szívét, lelkét beleadta mind a felkészítők, mind a igazgató úr, mind pedig hát a szurkolóink, akik előtt tényleg le a kalappal, és hát nem utolsó sorban a csapat is mindent megtett azért, hogy minél jobban szerepeljünk. A vizes feladatok után nagyon jól állt a csapat, tehát volt versenyben, vagy azt hiszem, hogy egy pont különbséggel a második helyen álltunk. A kötélhúzás után átvettük a vezetést, és ezt egészen tudtuk tartani az utolsó feladatig is, tehát holt versenyben még elsők voltunk. Azonban az utolsó feladatnak köszönhetően végeztek a kazincisok a harmadik helyen. Aki azonban kíváncsi az új helyi csapat teljesítményére, azt vasárnap délelőtt 10:30-tól megtekintheti a vetélkedőt meghirdető TV csatornán.